elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, vagy rövidebb nevén EEST. A magánorvoslás GDPR-ja és Y2K-ja egyszerre, mindenki retteg tőle, és mindenki próbál felkészülni rá, hogy június 1-től milyen szabályok lesznek érvényesek, amiket muszáj lesz betartani, nincsen választási lehetősége senkinek. Erről beszélgetünk három szakértővel, egy perc múlva, ne menjenek sehová. Az Y2K és a GDPR egyszerre a magánorvoslásban, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér a pácienseknek hatékonyabb gyógyítást, kényelmet, biztonságot ígér, az e-recepttel, az egészségügyi dokumentumok nyomon követésével, e-profillal, az orvosi látogatások naplójával, azonban a túloldalon jelentős beruházásba, fejlesztésbe kényszeríti a magárendelőket. Hogyan lehetséges az EST-hez csatlakozni 2020. június 1 előtt? Erre a mindenkinek fogas kérdése ad választ, hamarosan a Cloudent, a Contodent és a Gáspár Medical Center három szakértője. Nagy tisztelettel köszöntöm a Gáspár Medical Center tulajdonosát, dr. Gáspár Lajost, a Contodent részéről dr. Strilics András urat, aki ügyvéd és adótanácsadó, ez egy halálos kombináció, vigyázzanak. A Cloudent részéről pedig Varga Balást, aki a cég marketing vezetője, mint informatikai szakembert fogjuk most kérdezni. Rögtön az első kérdésem Gáspár doktorhoz hadd címezzem, valóban ilyen nehéz az a csatlakozás, vagy ez messze menőkig eltúlzott? Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hall minket. Hát első látásra és első hallásra ez egy rettenetesen nehéz dolognak tűnik, különösen akkor, hogyha tudjuk, hogy a EST csatlakozás, valamint a GDPR szinte egymásnak ellentétes fogalmakat tartalmazó dolgok, mert a GDPR igyekszik mindent titkolni a betegről, minden információt takarékosan kezelni, míg az EST azt mondja, minden nyilvános lesz, minden betegről az összes információt, adatot nyilvánosságra lehet hozni, és megfelelő hozzáféréssel orvosok fogják látni az anamnézisét, milyen betegségei voltak, milyen gyógyszereket szedett, tehát gyakorlatilag tiszta lappal, egy nyitott lappal lehet számolni a másik oldalon. És a rendelők valóban ennyire kell, hogy féljenek ettől? Mert azért a kommentek alapján azt látom, hogy szinte mindenki negatívan nyilatkozik ennek. Pozitív oldala egyáltalán nincsen a rendelők számára? Szerencsére vannak pozitív oldalai és ennek a kérdésnek, mert a megfelelő informatikai rendszerrel tudunk csatlakozni, amely a rendelő munkáját is racionalizálja, felgyorsítja, az adatforgalmunkat nagyon jó vágányra tudja terelni, akkor ez lehet egy pozitív előrelépés. Tehát maga az egész GDPR-ra való kommunikáció, az ESTT-be való belépés sok-sok pozitív dolgot tartalmaz, csak megfelelő partnerek kellenek hozzá, akik ebbe minket be tudnak vinni. Na akkor rögtön, ahogy a partnerekre térünk, nagy tisztelt a Cloudent részéről kérdezem, hogy mit kell tennie most egy rendelőnek? Mert ugye, ha jól hallom, akkor ide fel kell készülni, eszközt kell beszerezni, informatikát kell fejleszteni. Szóval mi a konkrét feladat? Igen, üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Azt kell tudni, hogy az EST csatlakozás alapvetően három pillérből épül fel, és ezt kell mindenkinek megértenie. Ebből a három pillérből az első kettő a szoftvertől független, kell csinálni egy adminisztratív csatlakozást, illetve kell csinálni egy műszaki csatlakozást. Hogyha ez a kettő megvan, akkor az orvosok eldönthetik, hogy milyen szoftvert használnak, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy magához, az EST-hez igazából szoftverrel kell csatlakozni, tehát most már ugye a régi papíralapú kartonozást, ilyen értelemben el kell felejteni, mert az EST-be beküldeni,
csak valamilyen szoftverekkel, és a harmadik lépés pedig kell egy olyan szoftver, ami akkreditált szoftver, ott egy-két beállítást eszközölni kell, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Tehát akkor gyakorlatilag azok, akik eddig papír alapon vezették a nyilvántartásukat, kötelezően át kell álljanak egy digitális technológiára. Igen, így van. Adatvédelmi szempontból egyébként a Gáspár doktor ezt már kinyitotta ezt a kérdést, ez hogy van kapcsolatban a GDPR-ral? Tehát úgy tűnik, mintha egy ellentmondás lenne, most akkor lehet ESZT-t GDPR ellenében Magyarországon üzemeltetni? Tiszteltek kérdezem az ügyvéd urat, hogy ez akkor most jogszerű lesz, működhet ez Magyarországon? Nagyon nehéz kérdés, mert a gyakorlat eldönti, de valóban ez egy izgalmas téma, amikor két jogszabály egymásnak ellentmond. Pénteken meg fogjuk beszélni, hogy maradhat-e a beteg inkognitóban. Tehát mondhatja azt, hogy én kérem szépen álnéven kezeltetném magamat, nem akarom, hogy kiderüljön, hogy ide járok önökhöz a rendelőbe, tegyenek valamit az ügy érdekében. Melyik az erősebb? Az EST jogszabály, vagy pedig a GDPR? Hát ezt majd pénteken kifejtjük egy jó kis interaktív konzultációs keretben. És ide tartozik még az is, hogy mi van a külföldi beteggel? Jelenteni kell a külföldi beteget, vagy nem kell jelenteni a külföldi beteget? Ki és mikor ellenőrzi, hogy volt-e csatlakozása a szolgáltatónak az EST-hez? Jelente az EST-be? Mi van, ha nem csatlakozott? Mi van, ha nem jelent? Megbüntetik? Ha igen, akkor mekkora bírsággal kell számolni? Ezeket mind át fogjuk nézni, és még azt is, hogy az EST csatlakozás kihat-e az INTS működési engedélyre? Kell-e módosítanom? Kell-e bejelentést tennem arról, csatlakoztam, vagy nem kell? Valamint a rendelő munkatársaival fennálló szerződéseket kell módosítani, pusztán amiatt, hogy a szolgáltató csatlakozott a szolgáltatási térhez. Hú, hát ez rengeteg kérdés, akkor azt kell mondjam, hogy itt majd nem újra kell képezni a cégek ügyvezetőjét, hogy ezre mind válaszolni tudjanak. Ez a képzés, amiről most beszélgetünk, ez gyakorlatilag ezt mind fedni fogja? Tehát ezekre a kérdésekre választ is kapnak, vagy csak ilyen hipotetikus kérdések lesznek? Ez egy élő kérdez-felelek program lesz, amikor föl lehet tenni a kérdéseket akár cseten, akár pedig hangkommunikációban, és különleges olyan fantasztikus, izgalmas kérdések vannak benne, mint a Strilics ügyvéd úr említette, hogy tulajdonképpen inkognitóba is mehet a beteg, mert az ügyfélkapunk keresztül letilthatja az adatait. A másik oldalon viszont a szakorvosnak van egy lehetősége, hogy azt mondja, sürgős szükség esete van, mert én implantátumot szeretnék betenni a betegnek, és tudnom kell, hogy szede pszichiátriai gyógyszert vagy nem, mert ez a gyanú felmerült, és sürgős szükség esetén feloldhatja az inkognitót, csak vállalni kell a felelősséget utána, hogy az adatokhoz jogosan jutott-e hozzá, vagy nem. Tehát nagyon sok izgalmas kérdés van, és mi ezeket a gyakorlati dolgokat szeretnénk a péntek délutáni programban informatikai, jogi, pénzügyi, illetve fogorvosi, igazságügyi szakértői szempontból végig tárgyalni. Na, ha már itt tartunk, hogy a rendelőknek mit kell tenni, ugye ez a téma fölmerült most itt a járvány kapcsán is, hogy az elhíresült emmi levél, ami ugye egy csütörtöki éjszakán lopózott be mindenkinek az életébe, és aztán május 1-én a munkaünnepén megünnepeltük együtt, hogy újraindulhatnak a rendelők, de arra nem adott választ, hogy akkor hogyan kell újraindítani a rendelőket. Erre is, ha mindig az van, a Gáspár Medical Centernek egy képzés, ez egy másik képzés. Ott mit lehet? Ez egy másik képzés, ez szombaton lesz, most már harmadik alkalommal kerül sor erre a képzésre, az a címe, hogy hogyan induljon a rendelő a járvány idején. Gyakorlatilag már egy kész modell tudunk bemutatni, mint egy képes könyvet végigmutatni az első pillanattól az utolsóig a beteg kezelését. Át tudjuk tekinteni a külföldi példákat, más országokban hogyan csinálják, nagyon sok jó tapasztalatot tudunk átvenni, áttekintjük a legújabb sajtó híreket, miket lehet tudni a világból, illetve harmonizáljuk az ügyvéd úr vezetésével azokat a jogszabályokat, amelyek látszólag kicsit ellentmondásosak, ami megjelenik csütörtökön, pénteken módosul, amit kimond a Magyar Fogorvosok Egyesület, módosítja az Emberi Erőforrás Minisztériuma, amit kimond az országos tisztifőorvos, kicsit másképp módosítják. Ezekben szeretnénk jogi, illetve igazságügyi orvostani és fogorvos szakmai szempontból is adni eligazítást, valamint az informatikai hátterét szintén ezeknek a kérdéseknek, amiben a Cloudennek a rendszere tud támogatást adni. Akkor a Clouden megszólítatott, Balást kérdezem, hogy akkor ezek szerint ezekre van kész megoldás, tehát nem most kell elkezdeni fejleszteni. Jól értem? Így van, jól értitek. Alapvetően az a lényeg, hogy ugye főleg most a járvány idején tapasztalták meg azt az orvosok, hogy milyen óriási probléma az, ha például egy szoftver az egy adott gépre van letelepítve.
és ugye az adott orvos nem tud bemenni a rendelőbe, ezért nem fér hozzá a páciens adatokhoz. Tehát nagyon-nagyon fontos szerepe van járvány alatt, illetve járvány után is elgondolkozni azon, hogy például egy páciens menedzsmentet lehet-e otthonról végezni, tabletgépről, vagy bármilyen más számítógépről, vagy éppenségül a beteg visszahívásokat lehet-e automatizálni, és üzeneteket, illetve SMS-eket küldeni a pácienseknek. Hát akkor mindezekről szó lesz ezek szerint a képzésen. Még egy kérdésem ad legyen Gáspár doktorhoz, hogy kinek szól ez a képzés? Kizárólag fogorvosoknak, rendelőtulajdonosoknak, vagy a magánegészségügy egyéb szereplőinek is? Hát elsősorban az orvosi rendelők, fogorvosi rendelők vezetőinek, illetve az ott dolgozó fogorvosoknak, de nagyon sok dentálhigiénikus asszisztens is részt vett, illetve a menedzsment tagjai részt vettek az eddigi tanfolyamainkon. A legutóbbi, ami múlt szombaton volt, 173 érdeklődő volt, akik bekapcsolódtak a programba, és úgy alakítottuk a mondani valót, hogy egyben ez egy munkavédelmi képzés is, hogy járvány idején milyen munkavédelmi, járványügyi, biztonsági szabályokat kell betartani, és egy ilyen füzetet is készítettünk, egy kézikönyvet, amelyet most már több száz példányban igényeltek a rendelők, mert a rendelő dolgozóinak kezébe tudják adni az ismereteket, hogy járvány idején milyen szabályokat kell betartani, hogy tudják megvédeni magukat, hogy tudják megvédeni a betegeket, és hogy tudunk erre az új szisztémára ráállni, mert ez egy teljesen új szemléletmódot igényel, és egy új világ köszöntött ránk a vírus beköszönte után. Akkor még a végére mondjuk el, hogy mi ez a webcím, amit érdemes most megnyitni, amin ott vannak ezek a képzések? Mind a két képzés, ez az EST csatlakozás, illetve a rendelő indítása járványban a Gáspár Medical Center rövidítve gmcoktatás.hu oldalakon elérhető, ott a tanfolyamok között megtaláljuk mind a kettőt, jelentkezési lapot is le lehet tölteni, és lehet csatlakozni a rendszerhez. Tekintettel arra, hogy az utóbbi tanfolyamon is nagyon nagy érdeklődés volt, mindenki igyekezzen idejében csatlakozni, az utolsó napon már nagyon nehéz lesz, olyan nagy volt a sűrűség az online világban. Nagyon nagy tiszteletek, köszönöm mindenkinek, hogy velem tartott ebben a nagyon rövid, de szerintem nagyon hasznos beszélgetésben. EST, COVID, ezek lesznek a mumusaink az elkövetkező időszakban, de ezek szerint egy kis tanulással, képzéssel azért ezeken túl lehet jutni. Köszönöm dr. Gáspár Lajosnak, a Gáspár Medical Center részéről, dr. Strilis András, ügyvéd adótanácsadónak a Contodent részéről, és Varga Balázs informatikai szakembernek, marketing vezetőnek a Cloudent részéről. A webcímet kiraktuk ide a képernyőre, hogy mindannyian lássák és le tudják jegyzetelni. Köszönjük a nézőknek a figyelmet. Ez a felvétel a Dentál Hírek Dentál.hu külön kiadásában, élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on látható. Viszontlátásra!